EOS gyakorlatokat együtt kell csinálni. Azt jelenti, hogy bízni kell magunkba, önbizalmunknak kell lenni, és bízni kell más emberbe. Ugye együtt valami egész lehetetlen dolgot fogunk kihozni szituációkban, amit soha nem gondolnánk, soha nem érnénk el magunktól. Megadja azt a pluszt, hogy hogyan lehet az életben funkcionálisabbá válni. Fejlesztik az embernek az érzékelését. Mindenre beilleszthető, bárhova jó. Emberek közötti együttműködésben rengeteget tud segíteni. Betekintést ad az élet működésébe. Meg lehet látni a valóságnak azt a részét, amit hétköznapokban nem látjuk meg. A többfajta modell gyakorlaton keresztül érthetőbbé válik, akár az ember egy más, tehát másnak a munkáját nézi, vagy a saját munkáját éli meg, vagy nézi vissza később videón, megértheti azt, hogy hogyan funkcionál és hogyan működik az életben. És tud rajta javítani, tud fejlődni és tud változtatni. Figyelmesebbé teszik a környezetére. Úgy veszem használt, hogy tudok egyességre kerülni másokkal, és meg tudom értetni magam másokkal, és egyre több emberrel. Segít az önfejlődésben. Elsősorban feltöltődünk energiával, ami aztán a való életben nagyon jó, mikor hazamegyünk, és kitörő erővel vagyunk, és úgy érezzük, hogy a hegyet is elhúzzuk a hátunkon. Az önbizalmunkat növeli. Ezt így nehéz megfogalmazni, hogy tudom az életemben ezt alkalmazni, hiszen amikor a járást is megtanultam, azt se tudatosan alkalmazom a mindennapjaimban, hanem tulajdonképpen a viselkedésem, illetve a cselekvéseim részévé válik. Nagyon sokat segít abban, hogy ráérezzünk egy-egy helyzetben arra, hogy mi a helyes. Új nézőpontokat adnak az életünkre vonatkozóan, és ahogy fejlődünk benne, ez átültetődik az életünkbe is, ezek a modellek, amiket így a gyakorlatok során csinálunk, és ezáltal az életünk fejlődik. Az EOS gyakorlatokon keresztül az ember megtapasztalhatja a kapcsolatteremtést az emberek között, illetve hogy neki hogy a leginkább optimális kapcsolódni az emberekkel. Akár a kapcsolódásban, akár a kommunikációban, akár a saját folyamatainak az elindításában és végezvitelében nagyon sok segítséget tud nyújtani. Az EOS gyakorlatokon keresztül értettem meg a fókuszt, hogy hogyan fókuszáljak az életembe a feladatra, amit el akarok végezni. Az EOS gyakorlatokon nagyon sok haszna van. Én például sportfogadásra használom, sokkal jobbak a megérzéseim a gyakorlatok által. Én azt vettem észre, hogy mióta ezeket a gyakorlatokat csináljuk, megszaporodtak azok a fajta apró, én apró csodáknak hívom az életembe, de olyan fura egybeesések, amikor hirtelen fölhív az, akire nem gondolok, előbb eszembe jut valami, akár egy fél órával, mint hogy az fölmerülne, már van időm rajta gondolkodni. Tehát én ilyenekkel veszem észre magam leginkább így a hétköznapokban, hogy ezek is apró egybeesés, apró csoda, amire úgy egy-egyre fölfigyel az ember életébe, ha úgy megtörténik, de amikor úgy látszólag megszaporodik és több van, akkor már úgy tudja kötni ahhoz, hogy aha, ez a gyakorlás. Olyan belső munka és belső harmonizáció, ami pont téged vagy nagyon jó követővé és nagyon jó vezetővé is tesz egybe, és ugyanezt, ahogy láthatod a külvilágon, azok az emberek, akik körülvesznek téged, azok a szituációk, amikben élsz, sokkal jobban megláthatod a lehetőségeidet, jól tudsz vezetni, sok mindent mélységében meg tudsz érteni. Összetetten változtatja meg az ember életét, és lehetősége van mindenkinek újraépíteni mindazokat a hibákat, amiket elkövetett a múltba, és itt újraépítheti. Én úgy gondolom, hogy az ember sokkal közelebb kerül önmagához és a társaihoz, illetve embertársaihoz, és ezáltal sokkal jobban megérti saját magát és a környezetét is. Saját magamnak tapasztaltam, hogy káoszba is föl tudom ismerni a rendet, meg tudom találni egyre jobban. Ez nagyon összetett kérdés, erre több órán keresztül lehetne válaszolni. Egyszerűen csak azt mondom, hogy ami az élethez szükséges, és ha az adott kérdésre meg akarom kapni a választ, azt megkapom itt. Én a vállalkozásomban is nagyon sokat használok azokban, amit itt tanulok a szemináriumokon. Matematikai alapokra épülő ilyen természettudományos modelleket építünk, amiket át tudunk transformálni a való életbe. Úgy gondolom, hogy az EOS gyakorlatoknak
teljes életembe kihatása tud lenni. Segíti úgy az életet, hogy folyamatosan haladjunk, tehát sose torpanjunk meg, és mindig megtaláljuk azokat a célokat, azokat a fajta utakat, ami a számunkra leghelyesebb. Magának a világnak a működését érti meg, és én azt gondolom, hogy ebben az EOSZ-nak az oktatási rendszere az kiváló segítség.